Ott akartam kezdeni, ugye, hogy megvan a negyedik gólod a bajnokságban, azért most egy viszonylag nagyobb szünet volt a harmadik meg a negyedik közt, ezt mondhatjuk, mennyit jelentett neked, hogy most a kutyás ellen újra sikerült a kapuba találni? Hát alapból az, hogy már kezdőként tudtam pályára lépni, az már nagyon sokat jelentett nekem. Az, hogy ezt ugye, ezen a meccsen góllal tudtam segíteni a csapatot, az még nagyobb plusz volt számomra. Nagyon sajnálom, hogy ez most pont ott nem ért. Tipikus pálinkás gól volt, vagy párás gól volt, lehet ezt mondani? Mert azért nem volt egyszerű technikailag ezt kivitelezni. Igen, mondhatjuk. 16-oson belül elég jól érzem magam. Igazából láttam, hogy az Oliver fölnézett. Próbáltam keresni a labdát, és hál' Istennek sikerült is gólt szereznem. Csalódottan értékeltél a meccs után, ugye pont neked kellett a tévéhez is menni, de nyilván azóta eltelt már több nap, dolgoztok, készültök a Debrecen elleni mérkőzésre. Milyen a hangulat egyébként, hogyan várjátok ezt a nehéznek tűnő mérkőzést? A hangulattal én úgy gondolom, hogy abszolút nincsen probléma. Nagyon jó hangulaton az öltözőben próbáltuk minél hamarabb túltenni, kielemeztük a meccset, és a héten már csak is a Debrecennel foglalkoztunk. Ugye Debrecenben azért nem nyerni járnak a csapatok, ezt azért mondhatjuk, ugye, egy igen erős csapat hazai pályán. Hogy látod ilyen szempontból a Debrecen erősségeit most, milyennek látod ezt az ellenfelet? Igen, úgy gondolom, hogy minőségileg is kitűnő játékosokból áll a Debrecen, és hogy mondtad, ugye nem nyerni járnak a csapatok, de nem feltartott kézzel megyünk oda, szeretnénk pontokat gyűjteni. Hogyan várjátok egyébként a bajnokság utolsó szakaszát, ugye 6 mérkőzés van hátra, azért továbbra is azt lehet mondani, hogy nagyon szoros a középmezőny, azért egy-egy győzelemmel lehet előrelépni, nyilván rosszabb eredménnyel akár hátrébb csúszni, ti hogyan tekintetek előre a folytatásra? Tudom, már ezt elmondtuk párszor, de tényleg mérkőzésre haladunk, próbálunk minél több pontot gyűjteni, és majd meglátjuk, hogy a bajnokság végén az mire lesz elég.